A Gabonakutató Nonprofit Kft. Több mint 90 éves fennállása alatt mindig is a növények nemesítésével foglalkozott, mára ilyen széles repertoárral rendelkezik. Erről az ősi folyamatról és ennek jelentőségéről a mezőgazdaságban az intézmény vezetője beszél stábunknak. Az emberek körül folyamatosan változtak a körülmények. Ez nem mindig azt jelenti, hogy mindig többet és többet tudnak a fajták, de mindig mást és mást, az biztos. És azért kell, hogy ezt a más és mást a nemesítő előállítsa, mert a gazdák körül is változnak a gazdálkodási, a környezeti feltételek, és ezért alkalmazkodni kell. Magyarán a nemesítés ugyanarról szól, mint gyakorlatilag az egész életünk, meg a növények élete, az alkalmazás, alkalmazkodásról. Hagyományos kukorica, cirok, szója és napraforgó bemutatójukat évről évre megrendezik szeptember 1-én, ahol a fő cél az újdonságok megismertetése a partnerekkel, kellemes szakmai légkörben, az előadásokon és a szántóföldön is. Ezt minden évben nagy érdeklődés kíséri, idén is közel 200 résztvevő érkezett a rendezvénynek otthont adó Kiszombori Dénes Majorba. Az ország minden pontjáról érkeznek, egyértelmű, hogy a nagy többség mindenképpen azért a Délalföld és az Alföld régióiból, de épp az előbb találkoztam egy Győr-Moson Sopron megyei kollégával is, aki évek óta nem járt itt, és most úgy gondolta, hogy érdemes eljönnie, és hát nagyon sok külföldi partner jelenik meg. Egy egész nagy ukrán-moldáv küldöttség érkezett még a tegnap este folyamán, az előbb jöttek a román kollégák Szlovákiából, Szlovéniából, Szerbiából, tehát a környező országokból, sőt Németországból is jön forgalmazó partnerünk, úgyhogy nagyon széles a kör, aki megjelenik nálunk. A szakmai programot dr. Szarka Béla, a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. Vezetője nyitotta meg, majd őt követően rövid köszöntőt mondott dr. Gyurica Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója is. Ebben kiemelte, hogy a magyar mezőgazdaság fontos feladata a versenyképes fajták kinemesítése, valamint a megfelelő technológiai háttér biztosítása. Akkor tudunk ezen a versenyképességen az elkövetkezendő időszakban javítani, és ez nekem szakmai meggyőződésem, hogyha azokat az adottságokat veszük figyelembe a nemesítés során, amelyek itt a Kárpát-medencében bennünket jellemeznek. Ugyanis vannak olyan irányok, vannak olyan feladatok, vannak olyan célok, amelyeket nekünk kell teljesíteni. Senki más nem fogja helyettünk elvégezni azokat a nemesítési munkákat, amelyeket kifejezetten az itteni ökológiai adottságok közé kell nekünk, között kell nekünk elvégezni. Ez egy nagyon fontos feladatunk. A szakmai napon több előadásra is sor került, amelyek során a gazdálkodók megismerkedhettek a legújabb kukorica és cirok hibridekkel, valamint a minőségi szója termesztéssel is. Az érdeklődők a prezentációk és a szántóföldi bemutató mellett számos érdekes és informatív kiadványt is hazavihettek, ezzel is tovább gyarapítva tudásukat.